Vigyázz, vigyázz! Mert megőrült a sátán! Megtartotta bemutatóját a Kassai Pince színpad. A világirodalom szerelmi és erotikus költészetének műveiből összeállított Megőrült a sátán című előadásában a férfi és a nő kapcsolatát feszegetik az amatőr színjátszók. Havasi Péter, a társulat vezetője és a darab rendezője fontosnak tartja, hogy a versszínház rendhagyó módon foglalkozzon egy-egy tabu, mégis minden korosztályt izgató témával. Én szerettem mindig a tabu témákat, és a Pince színpadban mindig olyan dologhoz nyúltunk, ami egy kicsit rendhagyó, ami egy kicsit formabontó. Eleve én elkötelezettje vagyok a progresszív és a kezdeményező újszerű színházi formáknak, és ezért próbálkoztunk most egy ilyen témával. Érdemes és kell ezekkel a témákkal foglalkozni, mert ezek a középkortól és az ókortól kezdve mindig is izgatták az embereket, és hát gyönyörű szépen formálták meg versben, prózában ezeket a témákat, és én azt hiszem, hogy ezeket próbáltuk meg kibontani és megmutatni a közönségnek. Az irodalmi összeállításban a pajzán költemények szavalata és híres festmények beállított képsorai váltják egymást. A produkciónak nincs története, a szerelem és az erotika témáját boncolgató költők műveit mutatja be. A darabban magyar, francia, német és latin szerzők, köztük Ady Endre, Petőfi Sándor, François Villon, Baudelaire és Homérosz versei, valamint Vörös Sándor pszichéjének részletei hangzanak el. Maga az alap ötlet, a téma, az erotika, tehát hogy fiatalok vagyunk és egy ilyen világ, már szerintem sajnos a fiatalabbak úgy szinte már többet tudnak, mint maguk a szülők, és most pont abban a korban vagyunk, hogy ezzel foglalkozni is kelljen, és hogyha már a szülők nem foglalkoznak ezzel annyit, akkor mi itt megpróbáljuk átadni részletesebben versek által. Az előadásban egykori tagok, egyetemisták és középiskolások is szerepelnek. A társulat összetétele változó, általában a választott darabhoz igazodik. Mindenképp meg akartam keresni azt a helyet, ahol ezzel lehet foglalkozni. Én amióta a Nemzeti Színházban jártam, szerelmes lettem a színházba, és úgy éreztem, ezzel foglalkoznom kell, ezzel igazán érdemes foglalkozni. Így belekezdtem és igazán élvezem. A nagymúltú amatőr színjátszó társulatot még 1986-ban alapította idősebb Havasi Péter. A csoport 3 éve a Csemadok Kassai Városi Választmányának szárnyai alatt újult meg.